2017-ben nyár végén indult a Művészasztal című rendezvénysorozat, ahová a legkedveltebb kortárs írókat hívják meg a szervezők. Korábban az irodalombarátok találkozhattak többek között Boldizsár Ildikóval, Grecsó Krisztiánnal, Hály Jánossal és Dragomán Györggyel is. A szerdai művészasztal vendége Darvasi László volt, aki a napokban rangos elismerésben részesült. Neki ítélték oda az első Alexander Tiszma nemzetközi irodalmi díjat az Isten haza csal című novellás kötetének német fordításáért. Az író Kovács Judit meghívására jött el Nyíregyházára. 10. jubileumi művészasztalunk van, és mindig is az volt a célunk, hogy kortárs íróink közül a színe javát hozzuk el ide a végekre, és Darvasi László határozottan azok közé tartozik, akik jelentős alkotók, jelentős életművet tudhat már most is magáénak. Nagyon különleges a nyelvezete, a regényei nyelvezete, és különleges világot teremt ezzel a nyelvvel. A napokban kapta meg a nemzetközi az Alexander Tiszma nemzetközi irodalmi díjat, és pontosan ezért a különleges nyelvért és különleges világért, amely születik az ő tollából. Darvasi László magyar történelem szakos tanárként, később újságíróként dolgozott. 1993-ban az Élet és Irodalom főmunkatársa lett. 2011-ben a Digitális Irodalmi Akadémia tagjává választották. Több műfajban is alkot, novellái, sikeres regényei jelentek meg, drámái színházakban játsszák. Regényt a legnehezebb írni, és a legjobb. Tárcát nagyon jó írni, novellát megint csak nagyon jó írni, gyerekdarabot meg gyerekmesét írni, az meg aztán különösen jó dolog. Úgyhogy én mind, tehát nyilván azért is csinálok ennyi félét, mert mindegyikben valamilyen módon a kedvemet lelem. Vannak egyhangú írók, akik mindig ugyanazon a hangon beszélnek, és ugyanolyan formákban dolgoznak. Ez nem értékítélet. Én meg úgy szeretem magam próbálgatni nyelvekben is, megszólalási formákban is, és műfaji formákban is. Az esten Darvasi László Taligás című regényéből, a Júdás című novellájából és a Karádi Katalin című tárcájából színpadra állított jeleneteket láthatott a közönség, Kosik Anita, Rák Zoltán, Horváth Viktor színművészek, továbbá Kovács Dénes, Kovács Judit és Magyar Boglárka előadásában, Karab Zoltán és Bartusz Zoltán zenei közreműködésével.